kutatók napon, az tudja, hogy ez most milyen lesz, ez most karácsonyi jelképek vannak rajta. A második, ilyet mi nem csináltunk, hoember kell összeraknunk itt a mintára, Faragóné kertész Aliz, a Kömlődi faluház vezetője ismertette az ügyességi játékok szabályait a szaloncukorpartira érkező gyerekekkel december 2-án. A program előzménye a nagy sikerű őszi tök nap volt, amelyre 50 gyermek érkezett. A sikeren felbuzdulva készültek most is a gyerekek szórakoztatására a szervezők. Megcsináltuk ezt a Mikulás jellegű 7 próbából álló szaloncukor gyűjtő versenyt, csak hát ugye a helyzet közbeszólt, hiszen több iskolából is jelezték, hogy karanténba kellett a gyereket ma vinni, pont ma, úgyhogy nincsenek is itt, hogy most nagyon szűk számban vagyunk, szaloncukorral készültünk, az ízőrzőink mézes kalácssal kedveskednek a gyerekeknek, hogy aki itt van, az jót fog játszani, aki otthon van és karanténban van, annak puszíjuk, és majd akkor legközelebb bepótoljuk a feladatokat. Na, még van időd, még csinálhatod. Az 5 éves Fanni is addig ügyeskedett, amíg átrakta a télapókat a gombára. A többi ügyességi játék, mint a magyaróválogatás, toronyépítés, szaloncukrok célba dobása, dióval egyensúlyozás mellett olyan feladatok is voltak a partin, amelyek megoldásával a téli ünnepkörről szerezhettek ismereteket a gyerekek. Van szellemi totó is. Én gondolom, hogy a tavalyi, hogy a tökből tanultatok, a töki napból. A Mikulásból is olyan készültem, hogy szerintem nem minden gyerek biztos benne, hogy az úgy van. Úgy kicsit úgy helyre szerettem volna tenni a dolgokat. Lett volna közös játék, de hát 4-5 gyerekkel nem nagyon lehet. A következő hasonló rendezvényt, amelybe remélhetőleg már nem szól bele a koronavírus, húsvétra tervezik. Csokoládé tojásgyűjtéssel, nyuszivárópartival készülnek majd a faluház dolgozói és segítőik.